Szeretettel köszöntöm a színjáték tanszak vizsgáján iskolák igazgató helyetteseit, pedagógusokat és a jelenlévőket és természetesen a diákokat. Most ebben az évben a különleges helyzethez alkalmazkodva a tévé segítségével próbáljuk közvetíteni a gyerekek munkáját. Két hónap után, két hét alatt próbáltuk összehozni a mai napot, amit már azért előre tréningeztünk. Rendhagyó mód mindenképpen. A történetek címét, a szereposztást és a fordulatokat megbeszéltük, néhol javítottuk. De a szöveg, a párbeszéd, a gondolatok mind-mind a tanulók sajátjai. Célom, hogy a diákok éljenek meg különböző helyzeteket, érzelmeket, szituációkat, merjék kifejezni saját gondolataikat. Tudjanak közösen dolgozni, legyenek kreatívak, alkossanak, ami a művészetek lényege. Három jelenetet látunk. Az első jelenetben az ötödik osztályosok és két alsó tagozatos leány vesz részt. Mivel közeledik a nyár, és lassan nyitnak a táborok is, az első jelenetben egy tábori hangulatot fogunk látni. Előadják Bali Fanni, Bogdán Tiza, Kiricsi Borsika, Langú Adél, Panka Zsófia, Sipos Eszter, Tixita Zsófia, Bus Viktória és meghívottként Takács Ádám. Azért szeretném most elmondani a másik két történetet is, hogy a második jelenetben, már a 7.-8. fogják előadni, egy szabaduló szóvát láthatunk, ahol érdekes fordulatok fognak történni. A jelenetet Madarász Kira, Pórel Viktória, Takács Ádám és Verebélyi Lázár adják elő. A harmadik jelenet címe pedig A különleges randevú, amit előad Klauser Katica, Bogdán Norbert, Hegyei Bendegúz és Taródi Tamás. Jó szórakozást és jó munkát kívánok nektek! De most már itt vagyok. Ezt itt nem is lesz túl. Ja. Ó, na nem baj, most már nem megyek vissza. Na szóval, mindenki tájékoztatok, hogy ne egyen, ne főleg a chipset, és ne morzsázom egy szép mindent, és ne kiabáljatok, kérlek, és talán hogy figyelj a diákokra. Köszönöm. Ezt komolyan gondolta? Nem, szerintem nem. Minden buszok összedelmes egy buszba. Szerintem legyünk még négyed egy csapatban, mert nézd rájuk és rájuk. Na mindegy, valakinek van kajája? Nem van. Amúgy igazad van, mert ha rájuk nézek, olyan maguknak valóak, meg mi... Mi meg trendi? Igen, épp ez az. Meg kéne őket prankálni. Ez tök jó ötlet. De Zsófia minden filmben van, most ki nem számít erre? Szerintem kibeszélnek minket. Olyan gonoszak. Állandóan róluk beszélnek. Igen. Egyébként te ki kellene lennél egy csapatba? Elő az a két lányra, nekem még szimpatikusak. Nekem is. Hallottam egy ilyen fiútáborról, és hát igazából az ugyanilyen, mint az, csak fiúvonatot. Tényleg? Ez jól hangzik. Majd egyik este átszövhetnénk. Hogy mit akartok csinálni? Nem mentek ti sehova. Ő mondta. Tanárnő, mikor írjunk már oda? Most. Na végre. Jó, kimaszkodjunk. Hol van a felovat és a luxusszálloda? Nem egy luxusszálloda. De figyeljetek, ott mászok egy csótán. Csak vicceltem, mi vagyatok már? Én azt hittem, hogy fel lesz, mi kárjuk valami. Jézusom, ennyire el vagytok kényeztetve? Nem egy luxus villába jöttünk, mert nem mondtam. Ez akkor csak egy tábor. Hol fogunk aludni? A földön, egy sátorban. Na, gyerekek, mi kell megcsinálni a sátrakat? Én is sosem építettem. Hát, hogy szó.
Nem tudtok távolat építeni? Nem. Én mondtam, hogy igen. Na mindegy, és nem tudok, hogy halljátok, most elvégzem a napi meditációmat, miközben elfixetek, szóval addig megkérnélek, hogy maradjatok csak. Én igen, kiteszem. Olyan állatok, amitől félni kéne. Na mindegy, gyertek megcsinálni a tábort. Na végre. Én még olyat sem építettem, hogy és te segítetek valamit. Gyertek, gondolom, oda. Ide közé. Szerintem így fölösszel. Igen. Ilyen dasszában fizetni a sárgatot. Én még ilyen nagy táplálkozót soha nem láttam. Én sem. Halljátok, gyerekek? Itt az idő a tökéletes! Gyerekek! Oké, ott van egy tökéletes. Jól emlékszem, minden 100 évvel ezelőtt történt. Igen, megint a lábam! Meggyorsan! Tényleg! Na, nem baj, én még jobb a hangulat. Szóval ott tartottam, hogy minden 100 évvel ezelőtt történt. Egy osztálykirándulás közben az egyik fiú zajt hallott az egyik erdei bokorból. Úgy gondoltam, megnézi, hogy mi lehet. Egyre közelebb és közelebb ment, amikor egyszer csak... BAAAAAAA! Jézusom, ne érzem, mi történt? A folytatását már nem tudom, bocs. Én ismerem. És ha jól tudom, akkor mivel felrobbant valami, ezért látott egy füstöt, és követte. Egyre közelebb ment, és mikor már látta, hogy ott van előtte a cél, akkor nagyon megint, mert látott egy nagy apót, és egy nagy apót, amit az erdő közepén... tényleg nem tudok beszélni. Szóval egy nagy anyót és egy nagy apót, miközben az erdő közepén üldögéltek, és észre sem vették, hogy felégett a házunk. Mi van? Na, én is mondok egy történetet. Mindez pár száz évvel ezelőtt történt, akkor még vegyes tábor volt. A fiúk úgy gondolták, hogy meghívták a lányokat egy nagyon rémisztő történettel. Az egyik fiú nekiállt mesélni egy véres képről, amikor pár perc múlva megjelent a vállán egy véres kép. Jézusom! Valami nedves, szóval kicsit távol van. Ezt ti mondta, hogy egy kocsi. Nem tudom, nem nagyon látom, de kicsit távol van. Blogi, te jössz. Oké. Én ezt a történetet egy nagyapótól hallottam. Egyszer még régen egy pár elindult sétálni egy erdőbe. Egyszer, amikor már a legközepében voltak, akkor meglátta egy égő házat. És mi történt a házzal? Azt sajnos nem tudom. Én tudom a folytatását. Hát közelebb mentek, mert nem tudták megérteni, hogy mi lehet az ott az a ház. És egy kicsit ott maradtak gondolkozni, de valami suhanást hallottak, és egyszer csak valami belepte őket az égő házba. És meghaltak?
Hát nem tudom, de szerintem igen. Jézusom. Adél, te jössz? Oké. Okay. Képzeljétek el, itt a tábortűz helyén volt egy hatalmas nagy barlang. Ebben a barlangban nagyon érdekes rajzok voltak. Attól féltek az emberek, hogy beleesik. Nem tudták kitalálni, hogy kik rajzolhatták oda. Egyszer csak rájöttek, hogy UFO-k rajzolták. De UFO-k nem is léteznek. Ugyan, hogy ne léteznének, én is ott vagyok. Ezt nem viccel. Nem viccel. Több minden, Fiki, te jössz. Volt egy lény, ami éjszakánként piros fényben világított. Az emberek nem tudták miért. És egyszer elment egy ember arra létre. Este, amikor meglátta a piros fényt, ment közelebb és közelebb, amikor egyszer csak felgyulladt. Mi van? És belehalt? Nem tudom. Arra erre sem megyek többet. Én se, mondjuk, még sosem voltam. Hát de nem megyek. Hát én ennek nem tudom a folytatását, de elmesélem nektek, hogy miért költöztünk el. Hát ez úgy történt, hogy mellettünk volt egy üresen álló ház, már évek óta, és úgy gondoltuk, hogy bemegyünk, megnézzük, hogy lehet-e valamit csinálni vele, és hogy el lehetne adni. És bementünk, tele volt kosszal, porral, meg bogarakkal, és ijesztő volt, de egyszer egymásra másztak a bogarak, és elkezdtek fejkelni. Jézusom, ez egyszerre ijesztő és undorító. Lányok, mi sikítóztó? Én történeteket mesélni. Na jó, hagyjátok abba, mert nem tudtok aludni. Miért? Tanárnő, meg a nem tud. Dehogy nem. Az érint történetem az, hogy elvállaltam ezt a távot. Ja, de Hát,
igazad van. Nem tudom, hát nagyon furán. Mit kapasz? Hát nem is tudom. Az egyik ilyen főnöknek képzeli magát, igen. Elég gáz. De figyelj, őszintén megmondom neked, hogy az egyik nagyon ismerős. De nem tudom, hogy honnan. És pontosan mi? A stílusa vagy mi? Nem. Nézd, ez a fehér pólus. Ő valahogy, mégis valakire emlékeztet, de nem tudom. Hát, ja. De figyelj, nekem olyan rossz érzésem van. Ezt hogy érted? Hát, nem tudom, mintha nem véletlen lenne ez az egész. Hát, nem, ez butaság, ez tehetetlen, ugye? Hát, nem tudom. Hát, jó, mindegy. Akkor sem kell megnézni bennünk, ennyi a lényeg, és fogjuk össze szerintem. Jó, de menjünk nézelődjük akkor. Jó. Szóval, hogy is hívnak téged? Ádám, Ádi, Ádi, jó. Téged? Hát, lámszálva. Jó. Neked? Neked hogy nagy? Ezt úgy tessék megjegyezni, mert ki fogok kurulni. Oké. Mit gondolsz erről a helyzetről? Hát, nem azért mondom, de figyelj, ezt biztos, hogy megszervezte valaki. Tehát én egyedül jöttem volna, és mégis itt vagyok. Úgy gondolod? Fix. Lát benne valami. Minden esetre érdekes, hogy így még így van idegen egy bezárkra. Hát elég jó. Lehet benne valami. És két társadalmunkről vélemény. Hát igen. Kíváncsi lesz, hogy melyikünk fog több feladatot megoldani. De amúgy lehet, hogy nem annyira részesek. Hát, lehet, hogy nem szorult beléjük elég intelligencia, de ez egy elég jó csalak. Na, fiúk. Elég rosszul kezdtük az elején, viszont mit szólnátok, hogyha összefognánk? Tehát mindegyen ki szeretnénk jutni. És én legalábbis ki szeretnék. Gratulálok erre, magadtól jöttél rá. Nem, hát én nem jöttem. Egyszerűen nem akarok vele dolgozni, ez nagyon kár. Jó, mindegy. Csináltatok valamit? Kerestek a múlítját? Igen, hát, beszéltetek. Igen, képzeld. Természetesen. Mint például? Találtatok valami nyomot? Körbenéztünk. Igen. Ja, ott is egyébként ott ti. Igen. Ez mi is. Csak kérdezett. Jó, most ez tök mindegy, szerintem. Ja. Mondom, fogjunk össze. Jó, akkor nézzünk körül mindenki. Jó, mindig. Szóval, hogy azért is nézzük. Arra van valami? Itt egy lap. Lap. Ez mi? Ez egy betűk. Biztos, de várj, mi van a legjobb? Lévi, mi van, ha ez Marci, Marika, Viktor és Virág? Tudj ez. És most még meglepődik, hogy kételkedünk benne. Na jó, ebből... De látod, folyamatosan csak... Jó, na. Amiből össze jön. Vannak... Te okosabb lenne. Lehet, hogy ez rövid is. Például, lehet, hogy itt ez való világ. Vévé. Miért lenne való világ? Hát honnan tudják? Ez egy szabaduló szó. Esetleg én is megnézhetném? Nem csak a drága. Vesz egy fordulatot neki oda. Hát, ha nem betűk, akkor ezek számok. Nem lehet, hogy betűk. Tudjátok, vannak azok a... Mi a számok is? Latin. Nem hiszem. Római számok. Az. Jézusom, te miről beszéltél? De én nem hiszem rá, az iskolát, ő lehet, hogy nem, de... Jó, de várjuk. Akkor felcsétek meg. Hát most... Kösz. Persze, viseljük a munkát.
Na jó, M, V, B. Nem emlékszem mindegyik római számra, de a V, mint hogyha az lenne, hogy az 5. Várj! És nem lehetne valami. Nekem az M, ha már így erről beszélünk, azért nekem is bejött pár dolog, viszont nem lehet, hogy az M az 500, vagy pedig az 1000. Most ezen gondolkodom, fogalmam sincsen úgy. Na, hát most azon gondolkodunk, hogy 500 az 1, vagy 1000 az, nem jutunk előrébb, úgyhogy vagy 1000, vagy 500. Viszont tudok egy pontosat, hogy a V az 5. Az 5. Tehát? 5.5. Várjunk. Várjunk. Na. Várjunk. Várjunk. Kettő M van. Ketten szerepel. Akkor lehet, hogy az 1000, mert ha 500 lenne, akkor nem kéne kettőször lennie, hanem az és van. És már kettőször van, ezért lehet, hogy ez 2000. Akkor és az is lehet, hogy ez egy dátum. Ott a pont. Ez szerint volt a pont. Jó, hát szóval akkor... Hát 2005. volt, igen. Május 5. Május 5. Mondnak te valamit? Nem. Nekem van. Na igazán. Jó, ezt minden esetre... Átudom, nézzük. Figyelj! Megnéztétek azokat a dobozokat? Mi nem, legalábbis. Akkor nézzétek már meg. Én nem erre nézelődtem. És? Két doboz. Na? Hát ez üres. Alatta lévő. Ez is. És akkor még ott van egy, ami van egy lapra. Hát, nézzük meg. Vagyis én biztos meg. Ne rám várj, most már az elején csinálj. Lázár, jó, én. Szerintem benéznek. Persze, mindent én csinálják. Biztos nincs ebben semmi. Vagy, nézd a lakat, hogy számok vannak. Mi van, hogyha ezt kell belőle? Meg biztos nem csinálom. Meg nem fogom. Hajrá, gyerünk. Szóval... Jönnek. Ütös a számokat. Hát így nem tudod látsz, de 2000. Igen. 5-0-5. Igen. 0-5. Igen. Na. Szóval. Mi van? Nem vettek valami ijedőse gyerekek. Hát mi? Nincs benne semmi. Az különös. Na? De várjál! És itt az alján már megnézted? Tök jó, hogy csak mindenből kihagytam. Tessék, ezt nem vetted észre. Mit mondtál? Semmit. Fiúk, elmondnál át, hogy mit találtatok, és megmutatnál. Jó, de milyen kép? Ez egy olyan kép, ami... Rajta vagyok egy képen! Jézusom, hogy lett ekkora egyenista már? Nem azért? Nem, sírom már. Hát, úristen! Na, mi melyik? Hát nézd, ez vagyok én. Szabaduló szóval közepén vagyunk, és ezzel fog... Mit van? Ó, és nézd, az olyan, mint én. Jó, adjátok meg, adjátok. Hát ezen én is rajta vagyok. És milyen szép volt a bőröm. És milyen aranyos kis pofikám volt. Jaj. Esetleg én is megnézem? Persze, de nézd már, hogy milyen szép a bőröm. Hát ez csodás. Én nem. Is rajta vagyok. Te is? Ja. Igen, én is. Szóval? Hát de miért vagyunk rajta? Nézzétek! Ez itt a gömbkilátó. Ott a háttérben a gömbkilátó, és tényleg. De még akkor is milyen cuki volt. Jó, és nem. Az éjszakai fény. Nem vagyok nagyobb egoista, mint te, csak mondom. Na, kételkednék. Jó. Szóval... Akkor a kérdés. Miért vagyunk négyen? Ugye? 1, 2, 3, 4. Miért vagyunk négyen egy képen? A gömbkilátónál. Valaki? Megoldás? Várjál. Itt a hátulján az van, hogy 2005, 5. holdalike. Lehet, hogy akkor készült. Na de várjunk. Nem az volt a dátum? Nem, az 2000 volt. Ja. Oh. Hát persze, hogy két. Nem itt körülbelül, akkor várj. Tehát, hogy körülbelül? Várjatok, hány évesek vagytok? Én 21. Én is, és te? 22. Várjunk. Akkor mindannyian 2000-ben születtünk, és
Hát nem, ő 99. Hát ő nem, viszont akkor ez minden 2005-ben készült. Akkor ezen a képen mi 5 évesek vagyunk, te pedig 6. És... de még akkor sem értem, hogy miért vagyok vele egy képen. Hát... akkor jobb lesz elmagyaráznom. Mi van? Igen, igen. Mi mind ugye már itt voltunk 2005-ben a gömbkilátónál, és együtt buliztunk. Igazából ez van az igazság. Ez az igazság. Azért vagyunk egy képen. Most mondd, hogy nem. Most nem mondhatod, hogy hülyeséget beszélek, mert tényleg ott vagyunk. És? És? Ez? Az a tehátérben a mamád nyaralója. Na jó, akkor mondom vissza neked. Pedig annyira szép voltam. Ez május 5-én készült. Mi van arra a lapra írva? Hát... május 5. Május. És milyen napon ma? Mert nem jön elő. Hát 5. És milyen hónap? Igen. 6. Május, nem? Igen, május van. Ja, ja, igen. Tehát... te vagy Madarász Kira, te vagy Perevé Lázár, nem vagy Viktória, én pedig Takács Ádám. És mi mind ismerjük egymást gyerekkorunkból. Nem hiszem, hogy nem esett be nektek. Nem. De várjunk is, hogy... igen. Ugyan már. Na, de nem valami. Ádi. Igen, Ádi. Ádi! Hát, szervasz testvér! Na végre! Na, hát... megnézted? Újra. Csak május 5-e van. Tehát? Ma van a születésnapom! Mindenkit összehívtam. Hát... az a szülinap volt, hát... De azért ugye még nem mentek el, hanem hogy már meghívtalak, akkor már maradtok is. Hát azért, hogy... na, jó. Jó. Oké. Okay. Mi van kulcsom az ajtóhoz? Ádi! Még egyszer? Ha még egyszer átmersz engem várni, megküldelek egy olyan szabaduló szobába, ahonnan nem fogsz élni. Just back one night.
megy a munka, miért állj? Mert kell egy csapterem, ami nincs itt. Kell egy csapterem? Uh-huh. Az halvás közben nem láttad, hogy ott van? Érte, de ha kell egy csapterem, nem tudsz felhívni, aludni kell? Hát éppen megevédeltem, 11-kor. És ennyi? Ja nem, két mit, hét alatt? Majd vésni kell, hát nem, most jöttem, ugye ez az első nap, hogy itt vagyok. Igen, tudom, két hét alatt, de három napra. Oké. Okay. Akkor itt egy kicsit még vésni kell. Jó, egy órán van, én addig elmegyek, de egy óra múlva nem lesz kész. A rátok? Ó, hát fél óra sem kell. Már meg egy kicsit azért vésni föl. Ja, és... Bocsi, megbocsát ezt egy pillanatra? Nem lehet, hogy nem sétálni. Nem, mindjárt. Szomszéd lehet egy talán egy nagyon picit halkabban. Nagyon örülnék neki. Mi? Picit halkabban. Ja, jó, oké. Már végeztem. Ideje lesz. Szóval, anyukád, vagy úgy vagy költöztél ide? Körülbelül egy fél évvel már lassan, hogy itt lakom. Közben egy kis bort öltetek? Persze. Jaj, csak. Fél éve nagyjából, hogy itt lakom, egyéb okokból. Szüleim Gélizen laknak ők még. Igen? Igen, ott vidéken. Ott van a Balaton. De nem ott. Ott a környéken, igen. De ott a gyógytól van tudod. Igen. Igen. És nem tudom, mit tervezel így a jövőre? Én sokat el szeretném végezni az egyetemet, esetleg ilyen dolgok. Neked vagy egy komolyan párkapcsolat, neked vannak a terveid? Hát nem tudom, most egyetemet akarom én is fejezni, aztán igazából utána utazgatok. Merre? Ausztrália. Hát, jó. És esetleg neked így egy komolyan párkapcsolat, vagy valami? Nem, biztos, hogy nem. Nem, nem, nem. Nem. Jó. Na, Jóna! Ez a rohadék van neki. Jó reggelt! Már valahol ültem be! Jó reggelt! Már megint? Hát történt. Vagy még mindig? Pici kis probléma. Hát... Milyen kicsi kis probléma? Szomszéd. Szóval, hogy halkabban, éppen akkor történt egy kis probléma, jó, szóval. Hát így... Fújtál egy lyukat a falba? Nem nagy, csak így a kezem félre. Ez mi a szar, könyörgöm? Már bocsánat. Halló? Ez nem szokott normális lenni, ugye? Tényleg? Szerintem se. Én... Jó, szóval ott a szomszéd! Jó napot! Jó napot! Jó napot kívánok! Jó napot! Esetleg egy kis magyarázatot, vagy egyéb... Bármit mire? Nekem engedélyem van itt építkezni! De nem mások falára lyukat fúj. Ez itt az én falam is! Nekem engedélyem van! Akkor fújja ki csak a saját felét, az enyémetnek adja a békében! Szerintem már volt egy lyuk, csak éppen átmentem volna. Jó, szóval egy gyerek, ez itt csöndben. Köszi. Tamás, minden oké? Persze, minden oké, csak... Szóval valakinek? Nem terveztem egyelőre, szomszéddal szeretném ezt megbeszélni, hogy mi is történik gyakorlatilag. Maga fala biztos, hogy vizes volt, mert Jocó nem tudta volna ilyen könnyen átfúrni. Vagy csak nagyon jól fúrjuk. Nem tudom. Szupermesterim. Probléma? Meg lesz oldva. Jó, én ennek nagyon fogok örülni. De most ezzel... Hát át, vizes a fal. Vizes a fal. Vizes volt. Vizes volt. És víz lesz benne. Nagyon remélem. Majd. Most ezzel mit fogunk csinálni? Nem tudom. Jó, akkor miért talak rá, vagy nem tudom, csináljál valamit. Indulás. Ha? Te nagyobb lett egy picit a lyuk. Jó napot. Éppen bocsánatnak. De nem zavarok. Nem, természetesen. Jó, rendben. Hát jönni nem akar. De elég jó illatok vannak. Ezt gondoltam.
jobb lett a lyuk? Áldéztem, hát most. De jó, hogy nagyon jó illatot van, de gyere már! Igen! Maga, akivel beszélgettem? Igen. A másik oldalról szemben küld. Irén, te vagy az... Yes! Anyám, meg otthon főz! De úgy volt, hogy meg te mész a haza. Most én pénzt gyűjtöttem, én megtanultam. Ilyen kis emberekkel? Hát, most úgy volt, hogy többen leszünk. Már látom, ketten. Már de, Jocó, de. Ismered a Jolánt? Most ez nem olyan vicces. De én nem hiszem a Tomás. Te hazi! Te hazudsz a férfiaknak! Irénynek hívják ezt a lányt! Jó, oké. Könyörgöm, valaki elmagyar, ez nem mi történik, csak mert kicsit kezd zavarékonyan válni a történet. Irén, tudom. Csak én nem is tudom. Na jó, Jocó! Kisgyerek, induljatok és palazzátok be! És hát itt ti? Én addig eszek! Na. Elmentem anyagért! Nagyon örülök ennek, még valamit? Hát, rohadt életet. Ez elég kellemetlen, hogy... Kellemetlen? Jocó furt egy falat. Honnan ismered a Jocót? Nem a tesó. Szóval a tesó. És mit keresel itt? Nem. Ez bonyolult, mert úgy volt, hogy többen leszünk, és egy ilyen... Aha, és elbújtak valahol, vagy mi történt? Azt én sem tudom. És egyébként téged meg mit érdekel? Már mi már szakítottunk, nem? Hát... Jó, akkor elnézést, és... No. Hát... Nem tudom. Azt mondta, hogy többen leszünk. Uh-huh. De most akkor ti meg ti. Nem. Nem. Hoppá. Hát hoppá. Valaki... Jó lett a kaja, nem tudom az illatáról. Jó, én azt elhiszem, de egyre kezd közölni a fejem, úgyhogy valaki... Tegyen tiszta vizet a pohár. Jó, én tudom. Én nem megyek, mert nem akarom, hogy még valaki megyek. Az nagyon jó is lesz, viszont látása mindkettőknek. Biztos, hogy jöjjenek. És nem ilyen elsőre, amire számítottam. Vagy mi?